Letették az esküt a szeptember 7 és 18-a között Rio de Janeiro-ban tartandó paralimpián versenyző magyar csapat tagjai a Nemzeti Színházban tartott ünnepségen, és most már a megmérettetésre készülnek a brazil városban. Az erőemelésben induló csapat három tagját a Budakeszi Power Station sportegyesületben Szabó Ózor, vagyis Ozzi edzi. Ők Sztanó György, Mezei Katalin és Tunkel Nándor. Ugyebár nagyon régóta a magyar para válogatottal készülünk a Riói Paralimpiára. Az egyik tanítványom Tunkel Nándi, ő egyenes ágon kvalifikálta magát már vagy jó fél évvel ezelőtt, és a másik két apró nép, Mezei Katalin és Sztanó Gyurika, ők tartalékos szerepkört kaptak. Ez azt jelenti, hogy a bármi nemű valakinek a visszalépése esetén azonnal zöld utat kapnak az olimpiára is. Nyilván így teljes erőbedobásra készültek a válogatottal. Nem is olyan nagyon régen megkaptuk a jó hírt, hogy mind a ketten képbe kerültek, megkapták az áhított szabad utat, és együtt utazhatunk Rióba. Nyilván óriási levegővétel. Kata, talán mondj egy szót, hogy mit éreztél, mikor megkaptad a jó hírt. Hát beleugrottam a nyakadba, és az az igazság, hogy nem is akartam elhinni, hogy bejutottam, és hogy megyek Rióba. Így van, tehát óriási közös nagy örömünk volt, hiszen így a magyar para válogatott 4 sportolóval és 2 edzővel utazik majd Rióba. És egy kicsit hagyj beszéljünk haza, hiszen mégis csapatunkat 3 sportoló képviseli, plusz én magam az edző. Én már egy kicsit korábban is jeleztem, hogy sajnos sérülés miatt nem tudtam megszerezni a kvótát. A bal tricepszem még egy kicsit rakoncátlankodik, de hál' Istennek ott lehetek mögöttük majd a kellő pillanatban. Paralimpiai eskütétel, Nemzeti Színházban megpróbáltuk magunkat kicsinosítani és kivasalni, és ugyebár óriási öröm volt ott lenni egyrészt a Nemzeti Színházban, nagyon megtisztelő volt, és egy nagyon színvonalas, nívós műsor keretében elhangzott a paralimpiai eskütétel. A paralimpikonok mellett, edzők és sporttársak mellett ott volt nagyon sok méltóság és nevezetes úriemberek. Jó volt köztük lenni, köztük elvegyülni egy kicsit, és azt hiszem, hogy én magam számomra is egy nagy élmény volt. Te hogy élted át? Hát én meghatottam, megmondom őszintén, és az, hogy ennyi ember mellettünk áll, ez meg nagyon jó dolog. Így van, ez egy nagyon jó érzés, hogy nyilván persze Budakeszit nagyon-nagyon régóta magunk mögött tudjuk, de most valahogy egy kicsit úgy érezzük, hogy egy egész ország áll már mögöttünk. Az, hogy 43 kiváló paralimpikon lesz ott Rióban, a 15. nyári paralimpiai játékokon, az már egy nagy siker, az már egy nagy győzelem. Ahogy Szabó László elnök úr, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke elmondta, ez a paralimpiák történetét összevetve a második legnagyobb létszámú magyar delegáció, és ha az egyéni kvótákat, azon egyéni versenyzők számát nézzük, akik indulási jogot szereztek, akkor ez a legnagyobb létszámú magyar csapat, ami azt mutatja, hogy az elmúlt 4 évben elsősorban a sportolók, az ő felkészítésüket segítő irányító edzők, a klubok vezetői, de az egész magyar parasport mozgalom jól és eredményesen tudott dolgozni. És akkor innentől kezdve persze az ember már csak a reményeinek, a vágyainak, az álmainak tud hangot adni. Legutóbb Londonból 2 aranyéremmel tértünk haza. Ahogy az olimpiák kapcsán, ugye a paralimpiák kapcsán is el kell azt mondani, és ez nem süketelés, ez nem mellébeszélés, hogy egyre nagyobb a verseny. 175 ország kiváló paralimpikonjai lesznek ott. Alig van ma már olyan versenyszám, több mint 500 aranyérmet osztanak ki, ahol lenne nagyon-nagyon sok esélyes versenyző, de jó néhány sportágban, jó néhány versenyszámban a mi versenyzőink, a magyar sportolók is ott vannak az esélyesek között. Vívásban, úszásban vagyunk hagyományosan sikeresek, de paralimpikai bajnoki címvédőnk, Pálosi Péter, asztali teniszben ugyanúgy ott van, Rióban is a versenyzők között, és hát más sportágokban is még remélhetünk meglepetés, érmeket, sikereket, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. Ami ilyenkor a szurkoló kötelezettsége, azt én meg fogom tenni nap után,
szívem minden melegével és erejével szorítok majd a csapatért. Nemzeti Színház után, az eskütétel után túl sok pihenőnk nem volt, hiszen nyílegyenesen egy edzőterembe vettük az utunkat, és ott volt az utolsó budapesti válogatott edzésünk. Mi ketten a Petivel az edzők, természetesen azért levesszük a Katának, meg a Gyurikának és a válláról azt a terhet, hogy ők most ilyen utolsó pillanatban bejutottak, ne nyomasz őket semmilyen teher, csak annyi az elvárásunk, hogy a saját határaikat mozgassák meg, illetve ha tudják, akkor akár lépjék is túl, hogy aztán az mire lesz elég, ezt majd a sors eldönti. Azt én is igazolni tudom, hogy készen állnak, nagyon sok munkát fektettek bele, őszintén végigdolgozták az utóbbi, nem is tudom, talán fél évet, és ez a mai utolsó nagy edzés is jól sikerült. A két utólag bejutott két fiataltól, ugyebár azt várjuk, hogy életük legjobb teljesítményét nyújtsák, nincs rajtuk teher, hogy esetleg megvan jel, hogy hanyadik helyre várjuk őket. Tunkel Nándi esetében már ott egy kicsit más a helyzet, ő egy picit előrébb van, mint a többiek, óriási esélye van a negyedik, így mondom inkább, hogy a harmadik és ötödik hely közé. A reális az a negyedik hely lenne neki, de én úgy érzem, hogy az a kis ember egy igazi harcos, és igenis meg fogja próbálni azt a dobogót, hogy elcsípje akár a valamelyik fokát. Tisztességes helytállás nyilván mindenkitől, becsületes versenyzés, és úgy gondolom, hogy az egész országnak méltóképpen akarjuk meghálálni ezt a bizalmat, hogy akár az utolsó pillanatban is, de bekerülhetett a Power Station. Három versenyzője is, és jó magam, mint egy edző. Annyit még elárulnék, és kérünk is mindenkit, hogy szorítsanak nekünk, hiszen már most megvan a nap, a verseny napja, hogy mikor fogunk versenyezni. Ebbe talán Kata egy kicsit jobban tud nekem segíteni. 8-án a Nándika, 9-én a Gyurika, és 10-én versenyzek én. Így van, tehát 8, 9, 10, ez a három bűvös szám, ez a három nap, amikor a mi érdekeltségeink vannak. Kérünk mindenkit, hogy kövesse, ha teheti, a televízióba is, és szorítsanak nekünk.